Na szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit az Alterac Valley elleni harc hát kezdetén. És ez ugye a Várpakli nyitós videó, és a Zarain Legendary az rokkára, aminek nagyon örülök. A másik pedig Goof. Úgyhogy kettő olyan fontosabb Legendary-t megkaptunk, úgyhogy igen, most amit itt láttok, ugye ebben a Mercenaries-t nagyon nem játszottam, mert így annyira engem az nem érdekel. Viszont van egy ilyen, hogy Coprol. És ez azt akarja, hogy minél több játékot játszom, mondjuk 40-et. Fejebb lépsz így a ranglétrán. Én a Alliance-t választottam. Úgyhogy Vandal Stormpike-ot is megkaptam persze. Hát ez meg ugyebár az új Tavern Pass, ami vele jár, de meg is tudjuk igazából nézni, hogy hogy lesznek a lapok. Ugyebár, hogyha kioldjuk majd a prémium változatot, akkor kapjuk meg aranyba ugyebár a korákot. És van ez a Vancleave-et. De egyébként a labból megkapjuk ezt. Ugyebár ő Mercenary, és Lock Halard, The Ice Lord-ot megkaptuk. Ami egy eléggé jó lap. És ha jól tudom, mivel mi szövetségesek vagyunk, ez a szó hirtelen nem jutott eszembe, olyan jellegű lapokat is kaphatunk, ha jól értelmeztem a dolgokat. Mondjuk Bruken, ez jól néz ki. Ez Battle Healer George. Ja, ez a tavern, oké. És aranyba itt lesz a... aha. Tehát itt van nekünk Dawncrasp, mint hős, mágus hős. És akkor Paladinnak viszont megkaptuk Keriát. Northwatch. Na szóval... elnézést. Vagy néha így meg fogok állni egy nyitás közben is, hogy igyak, mert azért kell. Ezt a tutoriált ezt nem csináltuk meg, de ez nem is érdekes. Na tehát, az első, hát mennyi? 85 pakünk van. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi lesz. Következő Legendary. Az jó, hogy kettő arany lett. Tehát a Warrior meg a Druida. Mi ez a pakrite? Mi volt ez a pak? Jó, kék, kettő semmi. De van kettő Legendary. Hát... oké, akkor nézzük meg. Igen, ez egy érdekes lapnak tűnik, ezt láttam. Videókat róla. És... igen. Szét ilyen. Ja. Gains attack and health and double it. És hogyha benn van a paklimba, akkor is tudjuk erősíteni. Ő pedig minden lényünket kicseréli másmilyen kasztbeli lényekre. Teljesen jó rugóra. Epic. Epic. Hát, Priest. Meg kettő a rugóta.
Úgy egy-kettő nyitás animációt azért eléggé jól megcsinálta. Ez egy jónak tűnő lap. Kim Minions Attack. Hát ez a Vitality Surge, ez... Még kiderül, mennyire lesz jó később. White Poke-kal van. Szó. Közben kapjuk folyamatosan az achievementeket. Druida, Hunter. Ja. Végig akarnám pörgetni, de van egy arany pakkom, és azt nem akarom így előre még kinyitni. Sőt, azt nem is tudom, hogy egyáltalán ki akarom nyitni. Már jó ideje volt csücső egyébként a... Fiókomon. Hát, de rokkárának törülök egyébként. Az a baj, hogy az előző Tavern Pass, ezt nem maxoltam ki. Így is annyi játéknak a Tavern Pass dolgait csinálom, hogy így néha nehéz őket követni, meg egyszerre csinálni, úgyhogy így lehet, hogy nem is csoda. Most a DBD-nek jóformán a Rift-nek felénél járok, még van 28 nap, vagy most már 27, de most már igyekszem egyébként azokat is megcsinálni, illetve kijött az Age of Ashes, majd arra mindenképpen akarok csinálni egy videót, hogy mennyit változott a játék. Igazából keveset változott, de hogy pontosan milyen dolgok vannak, mert lehet, hogy már annyira akik látták is az első videót róla a bétáról, nem emlékezek rá. Jó lesz, jó lesz. Nem is. Én most nagyon rátudtam játékra. Kicsit jobban. Egy kicsit így ecsetelgetem majdnem, hogy mindenkinek, hogy azért így érdemes lenne kipróbálniuk. Amit egyébként tanácsolok nektek is, de megmutatom majd, hogy melyik az a játékmód, ami egyébként a bétában nem volt benne, tehát abból azzal fogjuk majd a videót megcsinálni. Illetve, hogy mennyire durván érződik az, hogy azért ingyenes játék, mindenki lecsapott rá, és hogy vannak olyanok, akik úgy fordulnak a játékba, hogy így atyóbor isten, így mégis mi a fene történik. Sőt, ami meglepő, vannak olyanok, akik már tudják, hogy hol vannak olyan sziklák, ahol el tud bújni, és megállni egy pillanatra. És hogy látja, hogy nem tudsz úgy ráfordulni, és ezt kihasználva elmegy jóformán melletted. Kicsit megállott, és aztán elmegy melletted. Mondjuk most már elkezdtem én is ezt csinálni, van egy-kettő olyan pont, de alapvetően még mindig nagyon sokszor van az, hogy nem küldenek legalább 5 tűzlabdát, és akkor próbálok menekülni, vagy túlélni. Ami persze Phantommal könnyű, Marauderrel könnyű, Kurtrus, yes! Yes! Hogy Wingarddal is
meg lehet oldani, de ott a Sardunz Sanctuary az, ami a legjobb fája neki. Kisebb völgyek. Hydroid Collector, yes. Azért lesznek golden lapjaink. Erre a bagolyra kíváncsi leszek. Mert ezzel, ahogy láttam, lehet azért jól kombózni. Az a baj, hogy leginkább ami láttam kombót vele, az pappal volt, meg egy... Ezt annyira nem csípem. De... Tudom, velem van a baj. Az a baj, hogy a pap az ott jár nálam, hogy így alig játszottam vele, és már lassan többet játszottam annó a Warlockkal, mint vele. Nem igazán tartom élvezetesnek a papnak a maga az irányát. Mibe van. Egyébként ez a... ellopunk mindenféle lapot, de nem feltelésekkel azt használjuk. Ez a baj egyébként a Gwentből például a Nilfgaarddal is, hogy igazából nem a saját lapjaival győzne, vagyis hát mégis a saját lapjaival győzne, mert elveszi, de ugyanakkor elfordítja a pakrit, és így... Persze azért vannak most már olyan pakli ötleteim persze Gwentre, ami így kicsit megnehezíti ezt a dolgot, sőt, hogyha olyan vezetői képességet használ, aminél az utolsó három lapomat nézi meg, valószínűleg olyanokat hagyok, amik neki semmi hasznot nem fognak hozni. Ne nézzük. Egyébként jól hallanom. Vannak most már legendarik. Yes. Ki hiányzik? Kerial. Temzin. Mármint a Warlock. De ez egy Brukán. Hát abból a háromból igazából nekem Brukán kellene. De... Meglátjuk. Sámán. Tier 2. Mondjuk ez nem tudom, mi ez a Tier 2 kollektor dolog, meg hogy így tírekbe számolja a dolgokat, de... Oké. Okay. Biztos, hogy nagyon sok duplikátünk lesz. Mondjuk a Death Rattle képessége duplán lesznek érvényesek. Az mondjuk a bagolynál nem rossz. Most így belegondolva, mert a seprő az még mindig benne van, a rásos. Leküldjük egy nagyobb lényre, ami 5-öt sebez, mert azt hiszem 4-es a bagonynak az életereje. És megöljük, mondjuk azt a lényt is, és ez mondjuk kétszer aktiválódik. Akkor ezt szerintem... hát egy jó kis... sebzést tudunk bevenni. Clovery Adept.
Give all other friendly characters plus one attack this turn. Még ez a robot is jó. Ez a fagyasztó robot. Azért egy ilyen fagyasztó sámánt azért érdemes lenne összerakni. Golden Command. Ez Frostbite, Snow Chill, meg ezekkel a lapokkal így szerintem elég jókat lehetne alkotni. Leszen golden lapok. Egy-kettőből, hogyha az alapnál megvan, a goldeneket, azokat általában beszoktam törni. Úgyhogy meglátjuk. De lesz szerintem elég common lap ahhoz is, hogy legalább egy legendary-t szerintem lekraftoljunk. Hogyha nem lesz meg. Mert pedig nekem Brukán az kellene. Sőt, a medvének is örülnék. De... Drekthár. És az... A medvének örülnék egyébként a legjobban. De Brukán is kellene. Az a baj, hogy én még mindig nagyon sámán párti vagyok. Teltek róla. Epic. Ez a gyűlőre, ez a lap, ezt láttam már. Kikérés közben. Még ezen kívül is vannak persze legendary lapok, mert egyébként nem csak a hőslapok vannak, de első körben, hogyha a hőslapokat mondjuk így sikerült kinyitni, az már szerintem teljesen jó. Ezek voltak a sima lapok, és nézzük a goldeneket. Golden Coleman? Na szóval. Golden Coleman. Na, bagolyból van kettő arra. Golden Rare. Tényleg ez az Iron Deep Troksa volt még egyszer sönnyitva. Na jó.
Ez micsoda? Battleground board, arena champions included. Nem, 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 nem. Csak kettőt tudom venni. Még elvileg. Talán a miniszettet ezt lehetne szedni. Ez volt az. Igen, ez a United of Stormwind, ez volt az egyik ilyen miniszett. Másikakra nem mentem rá. De nézzük még ezt a kettőt. Nem. Ez a sámának, ez vicces. A snowball fight-os. Na nézzük. Nem lett valami úgymond sok legendering idézőjelben, de azért szerintem így se lehet okunk a panaszra. Hát ebből ezt mindenképpen betörjük. Arany nem kell. Ebből se kell. Körtrössz, ebből meg csak egy van. Ja. Goofad biztos, hogy nem. Ebből meg van kettő. Tehát ő mehet. Ebből is kettő, ebből több. Megvan a kettő. Megvan. Ez se kell. Kell. Ebből négy van, ebből csak egy. Csóri. Tényleg még a törpét nem tudtuk megszerezni. Tavish. Azt hiszem. Úgy hívják. Itt van három, és volt egy gondája. Rugónál kettő ilyen van. Igen. Ebből is van egy. Jó. Azért lesz itt aprítgatni. Steel Breaker, Great Shear, Hát ebből van négy is. Ebből van hat. Jó, mondjuk ez common lap, úgyhogy ez nem meglepő. Rockerának örülök, tényleg. De nem. Drogból is nyitottunk, akkor az összem mégis hármat ráadásul. Gangster. Ja, meg Scab, akit még így össze lehetne szedni. A rugó. Külsnap. Meg ő. Hát... Itt van Vandar, hát ez biztos, hogy nem. Ez az Ice Revenant-et. Meg a, hát a Frozen Mammut-et, azt nem, mert ez abból csak egy van. A Bloodguard-ból 6.
Night Captain. Ice Hoof Protector. És itt van a... Hát... Volt Centurio. És itt van nekünk a Rock Halál. Tehát Rock Halál, az ugyebár a Battle Pass-ből. Akkor volt Drekthar. Ez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 legendary a 85-ből. Ami egyébként elég szép. És akkor itt vannak nekünk a craftolható lények. Legendary. Azt mondja, hogy goof ez nem. Ez ugyebár megvan. Itt van Tév is. Ő... elég jó. Még betökre képessége, hogy felfedez egy lapot, utána pedig Animal Companion-nöket hív. Carrier Light Forged. So-so. Hát a papagét annyira nem sajnálom, megmondom őszintén, ez a kettő kellene. A Temsin az más rockhára. Ez a Captain Galvangar, ez megint ilyen mellap igazából, úgyhogy szó-szó. De ezek szerintem azok, amik így érdemesebb lekraftolni. Legalábbis nekem ez a kettő a sámán. Az, amin gondolkozok. Carriel, meg Tév is talán. De annyi szerintem nincs. Illetve a Wing Commander Ickman. Ő még jó. My time has come to give everything I've got. Hát bukált mindenképpen. És akkor van még egy. Hát... Nem, száj. Ez amúgy túl jó, de... hős mellett kellene letennem a voksomat. Tehát van vagy Carriel, vagy Tév is. Jó kérdés. Scabs. Hát ő se rossz, de viszont meg sokat játszani fog. Mindegy, mert remélhetőleg azért ki fogjuk őket nyitni. Ezek a pakrik meg igazából majd, hogy nem aktuálisak már. Megmondom őszintén, mert itt azért vannak olyanok, amik így... hát szó.
Na. Jó, de szerintem egyelőre csak paklinítás lesz. Kérdőjeles, hogy lesz-e későbbiekben videó egyébként. Úgy ilyet megcraftolunk még. Mert hát régen játszottam vele, megmondom őszintén. De hát ha érdekel titeket, akkor mindenképpen jelezzétek nekem kommentbe. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Igazából én elégedett vagyok ezzel a nyitással. Aztán mondom, ha érdekel a videó, vagy esetleg kommentbe tudtak adni tippet, hogy milyen jellegű paklival, illetve melyik kaszttal lehetne videót csinálni, akkor ezt nyugodtan kommentbe írjátok meg. Ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Most már be kellene fejezni a fésztet, mindenképpen. Illetve a Century Age of Ashes is sorra kerül így videóban. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, szép éjszakátok, attól mikor nézitek meg, és legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!